Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, jó estét kívánok! Az elmúlt hetekben nagyon sok mindennel foglalkoztunk itt péntek esténként, lakás szövetkezettel, aztán fűtés is szóba került, költségmegosztók is szóba kerültek, és hát ugyanezen a szálon megyünk tovább a mai este is. Vendégünk Sauter Ákos, a Szép Hőnek a vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok! Ugye a költségmegosztók és a lakásszövetkezet ügye az nem önökhöz tartozik, viszont a fűtés igen, és azt hiszem, hogy nagyon is aktuálisak vagyunk, mert a város szerte most már langyosak a radiátorok, bár a fűtési időszak hivatalosan még nem kezdődött meg. Október 15-e a fűtési idénynek a hivatalos kezdete, de város szerte a városnak a nagyobbik része már kérte előzetesen a fűtést erre. Meg volt minden ok, hiszen szeptember közepe vége felé azért elég hideg időket éltünk. Most egy kicsit fölmelegedett, van is olyan egyébként, aki most átmenetileg lemondta, de a nagyobbik részében megy a fűtés, október 15-én pedig automatikusan el fogjuk indítani azokat is, azokat a fűtési rendszereket is, ahol még ezt korábban nem kérték. Ugye arról már beszámoltunk, hogy ugye sok helyen kérték a fűtést, egy kicsit térjünk vissza arra, hogy hogyan lehet ezt igényelni, hogyha valaki esetleg az elkövetkező napok hideg időjárásában úgy gondolná, hogy szükséges, hogy elinduljon a fűtés. Szeptember 15-től a rendelkezésre állási időszakunk, tehát onnantól kezdve, hogyha valaki az arra illetékes személyen keresztül, ez lehet közös képviselő, fűtési megbízott vagy a lakásszövetkezet, kéri a fűtést, akkor mi ezt elindítjuk. Jelen állapot szerint elég gyorsan tudunk erre reagálni, tehát akár órákon belül lehet érezni azt, hogy melegek lesznek a radiátorok. Illetve még egy kitétel van, ez az épületnek a belső rendszere, mert a nyár folyamán tavasszal elég sok rendszer leürítésre került, és ezeknek a visszatöltése nem minden esetben történt meg. Ez egy probléma, mert mi hiába tudjuk biztosítani a hőt a hőközpontokba, hogyha a háznak a belső rendszere ezt nem tudja átvenni, mert nincs víz a radiátorokban. Úgyhogy ennek a feltöltése ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De nincsenek valami határideje egyébként? Nincs határideje. Tehát ez a házra van bízva. Így van, ez a háznak a saját döntése, hogy mikor üríteti le. A fűtési idényen belül ezt nem javasoljuk, és csak rendkívüli esetben szoktuk ezt megtenni, de a fűtési idényen kívül ez egy szabad döntése a háznak. Készültünk mi kérdésekkel is, mindjárt megyünk tovább, nézzük meg, hogy a fehérváriak mit szeretnének tudni, vagy elmondani a fűtéssel kapcsolatban. Azt nem tudom. Én egyedül vagyok, én el vagyok fűtés nélkül. Langyos a radiátor, de úgy jó, ahogy van. Én miattam nem is kell. Mondjuk este egy kicsit hűvös van, lenne, hanem lenne langyos a radiátor. Nálunk 10 emeletes van, és itt nincs hőszabályozás, tehát nincsenek mérőórák, de a mérőórások nagyon sokat panaszkodnak. Ne fűtsenek ennyire erősen, mert azért vannak nagyon sok lakásban egyedülállók, meg özvegyasszonyok, mint például én, és nagyon nehéz lesz kifizetni. Ne fűtsenek ennyire még. Nos, hát elég vegyes volt a kép, akkor nézzük egy kicsit a díjtételeket. Ilyenkor, amikor elindítják és kérik a lakók a fűtés időszak előtt, hogy induljon a fűtés, ez milyen költségekkel jár? Az elfogyasztott mennyiség az, amit számlázásra került, tehát az a hőmennyiség, amit a ház ebben az időszakban elfogyaszt. Ez nem egy jelentős tétel, tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy azért itt nem sok ezer forintról van szó. Én úgy gondolom, hogy bőven összevethető azzal, amit az ember adott esetben egy betegség esetén elkölt a patikában, tehát érdemes hamarabb befűteni és nem hagyni lehűlni a lakásokat. Ezek szabályozott rendszerek, tehát minden egyes hőközpontunk szabályozott. Ez azt jelenti, hogy a külső hőmérsékletet érzékeljük, azt mérjük, és az alapján állítjuk be a belső vízhőmérsékletet, ami a radiátorba kering. A kedves néző megemlítette, hogy langyos a radiátor, ez azért van, mert a külső hőmérséklet meleg, és ezt érzékelve az előre menő vízhőmérsékletet is lecsökkentjük. Illetve ez a ne fűtsünk nagyon, minden háznak egyedileg be tudjuk állítani, hogy a külső hőmérséklet függvényében milyen legyen a belső hőmérséklete a víznek, ami előre megy a rendszerben, és amennyiben úgy érzékelik, és többen úgy érzékelik, hogy túlfűtött a ház, akkor ezen tudunk csökkenteni.
Csak ugye itt is szükséges az, hogy legyen valami fajta egység, mert tapasztaljuk nem egyszer azt, hogy a háznak az egyik részében a lakók azt mondják, hogy melegük van, a másik részében a lakók esetleg úgy nyilatkoznak, hogy fáznak. Ez nagyon nehéz összehozni, ez a háznak a belső rendszerének a beállításával, beszabályozásával lehet ezt kiegyenlíteni. Egyébként nem is tudom, néhány hete volt pont ilyen kérdés itt a köztérben azzal kapcsolatban, hogy ki határozza meg, hogy milyen hőfokú víz érkezik, kérheti ezt a társasház, vagy a szövetkezeti lakás, vagy pedig a szép hő találja ki ezt magától? Nem, mi találjuk ki. Nekünk nem is érdekünk, hogy kitaláljuk, mert nekünk ugye az az érdekünk, hogy az ügyfelek maximálisan elégedettek legyenek. Ők érzik, hogy mennyire van meleg, mennyire van hideg, mennyire érzik jól magukat. Mi ebben nem tudunk beleszólni, és nem is akarunk. Ez úgy működik, hogy amennyiben bejön hozzánk egy arra illetékes személy a társaság vagy a lakásszövetkezet részéről és képviseletében, akkor mi javaslatot tudunk neki tenni. A korábbi tapasztalataink alapján, hogy mi azt javasoljuk, hogy ilyen külső hőmérsékletnél, ilyen legyen az előre menő vízhőmérséklete, ilyennél, ilyen, és ez egy görbe, amit be tudunk állítani, be tudunk szabályozni. De amennyiben ez nem jó, tehát mi ugye visszajelzésünk önmagában nincsen, mi azt tudjuk biztosítani, hogy ez a hőmérséklet valóban rendelkezésre áll, de nincs olyan visszajelzésünk, hogy ez elegendő, kevés, sok. És ha viszont kapunk ilyet, és itt is az a kérésem, hogy ne a lakók egyesével, mert azt sajnos nem fogjuk tudni kezelni, de hogyha tényleg a társasház részéről érkezik az egész év egy ilyen megkeresés, akkor mi ezt tudjuk változtatni. Tehát azt tudjuk mondani, hogy mondjuk egy 5 fokos külső hőmérséklet esetén, hogyha nem elég meleg az a víz, amit előre küldünk, és a lakások ezért hidegek, akkor megemeljük a vízhőmérsékletet. Tehát ezzel nincsen gond, és visszafelé is tudunk lefele menni. Tehát ez abszolút házakra kell beállítani egyedileg minden házra külön-külön, nincs egységes recept, és mi tényleg azt csináljuk, amit tőlünk megrendelnek. Volt még egy olyan megállapítás is, hogy ugye 15-es épületben lakik a hölgy, azt hiszem, hogy hölgy mondta az iménti bejátszóban, és hogy náluk nincsen ilyen költségmegosztó, és melege van. Ilyenkor, ha ugye átlánydíjas fűtésben van valaki, akkor tud esetleg a hőfokon változtatni? Hát amennyiben átalakítás azért megtörtént a rendszeren, és akár az egycsöves rendszereknél történt egy átkötés, vagy kétcsöves rendszerről beszélünk, és a szelepek működőképes állapotban vannak a radiátor előtt, akkor természetesen. Tehát ez egy energiagazdálkodás, talán mondhatom így, hogy az ember saját magának megpróbálja beszabályozni azt a hőmérsékletet, amire neki szüksége van. És az általány díjánál is, vagy a díjas rendszeren is ez ugye megjelenik, mert az egész ház kevesebb hőmennyiséget fogyaszt el, a kevesebbel együtt értelemszerűen mindenkinek kevesebbet számlázunk. Azt hiszem, hogy itt volt a kulcs gondolat, tehát hogy akkor a általánydíjas lakásoknál is megéri odafigyelni, és mondjuk nem az ablakot kinyitni, hogyha melegünk van. Igen, mindenképpen. Azt tudni kell, hogy az általánydíjas esetekben azért az egész ház az egy egység. Amúgy is egy egység, tehát ez nem lehet megbontani, de ott tényleg úgy működik, hogy amit megtakarítok, az a ház egészében fog jelentkezni. Tehát itt az a fontos, hogy mindenki próbáljon meg energiatudatosan gondolkodni, és ha mindenki odafigyel erre, akkor az a ház akár kevesebbet is fogyaszthat összességében, mint a költségmegosztókkal rendelkező házak. Ez mindig ilyen nagy vita, hogy az általánydíj vagy a költségmegosztó között mekkora különbség van. Önnek mi a tapasztalat egyébként, hogy érezhetően kevesebbet fizetnek azok, akik költségmegosztóval felszerelt lakásban vannak? Egy nagyon fontos dolog az, hogy megnézzük a komfort fokozatát is éppen akkor a háznak, mert ha almát az almával hasonlítanék össze, akkor azt mondanám, hogy az általánydíjas kedvezőbb. Lehet, hogy költség szempontjából a költségmegosztás esetében, ugye, mert mindenki megpróbál takarékoskodni, időnként úgy érzem, hogy túlzásba vívja ezt a takarékoskodást. Onnantól kezdve viszont biztos, hogy a költség szintje ez valamivel alacsonyabb, viszont a komfort szintje is lényegesen alacsonyabb. Éppen a tegnapi napon kaptam egy kimutatást a kollégáimtól, amivel összehasonlították azt, hogy a korábban költségmegosztóval rendelkező házak, akik visszatértek a légköbméter arányos felosztásra, hogyan aránylik a kettő, nincs jelentős eltérés. Tehát nincs az, hogy például dupláját fizetnék, vagy sokszorosát fizetnék. Van tényszerűen kimutatható, hogy mondjuk egy 10-20%-os eltérés lehetséges, és annyival kerülhet többbe a fűtés, azonban az esetekben, ahol visszatértek a légtérfogat arányos felosztásra, de ott viszont nincsen panasz. Tehát nincs a továbbiakban ilyen, hogy alulfűtöttség, nincs ilyen panasz, hogy esetleg vagy én fűtöm a szomszédomat, és akkor ő elviszi tőlem a hőt.
Tehát ott ezekben sokkal, de sokkal kiegyenlítettebb a hőháztartás ezeknek az épületeknek, és nincs ilyen probléma. Igen, mert mondjuk például személyes tapasztalat is, meg többek elmesélése alapján is az van, hogy most nagyon sok helyen van, aki egész nap lezárja a fűtést. Esetleg ilyen horror történetekről is lehet hallani, hogy a gáztűzhelyen, mivel az általány díjas, azzal fűtögetnek otthon, ez azért életveszélyes. Igen, mindenképpen. Mindenképpen, tehát ezek mindenképpen kerülendők. Még az előző gondolathoz hadd tegyem azt hozzá, hogy nagyon fontos úgy gondolom, hogy azok, akik visszaállnak egy légtérfogatarányos felosztásra, ők azért a költségmegosztásból hozzák azt az energiatudatosságot, hogy megpróbálnak gazdálkodni az energiával. Tehát mindennek ez az alapja. Ebbe a költségmegosztók tudnak és tudtak segíteni, mert ténylegesen az emberek elkezdenek gondolkodni, és azt mondják, hogy tudok gazdálkodni. És ez igaz egyébként a másik esetben is, és hogyha ez tovább élik, tovább viszik, akkor viszont az esetleges problémák, amik a költségmegosztónál felmerültek, azok így megoldásra kerülnek. De akkor mondhatjuk azt, hogyha valaki mondjuk költségmegosztóval felszerelt lakásban élt, akkor az megtanult végül is gazdálkodni az energiával, mert kvázi volt egy ilyen kényszerpálya, mert ha nem gazdálkodott, akkor utána jött a meglepetés a évvégén a kis csekk formájában. Hát legalábbis bízzunk benne, hogy ez így történt. Biztos, hogy vannak olyan helyek is, akik azt mondják, hogy hú, hát akkor most már úgyis ugyanannyit fizetek, vagy legalábbis nem tudok be annyira beleavatkozni, és elengedem az egészet, de ez így önmagában nem igaz. Mondjuk rendszeresen felszokott merülni az a kérdés is itt a köztérben, hogy vissza lehet-e térni, tehát van-e visszaút, de akkor ezek szerint választhatják azt, hogy általány díjba visszamenjenek, mondjuk, hogyha a társaság egésze ezt megszavazza. Ez nem szép ő kompetencia, tehát ugye itt a költségmegosztós cég és a társasház között jön létre egyfajta jogviszony, illetve esetleg a társasházak korábban egy pályázat keretében mondjuk vállaltak valamit. Ezeket kell megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak, mit enged meg, van-e visszalépésre lehetőség, fenn kell-e ezt tartani, hogyan működik, szükség van erre. És onnantól kezdve ez a társasháznak a saját döntése. Mi ebben csak végrehajtó szerepet töltünk be, tehát mi maximálisan elfogadjuk azt, hogyha valaki a költségmegosztó mellett dönt, vagy mások esetleg a légtérfogat mellett, mindegyiket tudjuk kezelni, és a mi feladatunk az, hogy a társaság igényeinek megfelelően ehhez hozzárendeljük a hőszolgáltatást, illetve a számlázást. Igen, de nyilván akkor, ahogy említette, van erre példa, hogy valaki visszatérhetett, vagy visszatért. Van, sőt az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy egyre többen. Egyébként sok minden lecsapódik a költségmegosztó kapcsán a szép hőnél, akinek mondjuk speciál semmi köze ehhez. Igen. Igen, ez egy érdekes szituáció, hogy mi bocsájtjuk ki azokat a számlákat az újramegosztás vagy újrafelosztás során, ami alapján a lakók úgy gondolhatják, hogy a szép hő az, aki a költségmegosztással foglalkozik, de nem mi vagyunk. Tehát mi egy adathalmazt kapunk, amit igazán a társasház szolgáltat részünkre, az, hogy ő megbíz egy költségmegosztós céget, aki fizikailag átadja ezt az adathalmazt, az már csak egy technikai kérdés. De tulajdonképpen mi a társasházzal vagyunk jogviszonyban, őtőle kapjuk az adatokat, ő kéri meg tőlünk azt, hogy a korábban leszámlázott és ténylegesen egészében leszámlázott hőmennyiségetnél végezzünk egy újraosztást a költségmegosztók arányában, mi ezt megkapjuk, és ez alapján ezt elvégezzük, de igazándiból sem arra a kérdésre nem tudunk válaszolni, hogy miért annyi, mert mi ezt az adathalmazt nem tudjuk felülbírálni, nincs is jogunk rá egyrészt, másrészt pedig nincs is meg az információ bázis, ami alapján mi ezt esetleg újra tudnánk számolni. Erre vannak a költségmegosztós cégek, akik szakcégek, akiknek ez a profilja, ők ezt megteszik, odaadják nekünk, és mi már gyakorlatilag ezt beolvassuk a rendszerünkbe, és csak a számlát, az elszámolást állítjuk ki róla. De akkor gondolom, hogy emiatt van az, hogy gyakran önöknél csapódik le ez az összes költségmegosztós probléma, panasz. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy múlt héten volt talán pont egy ügyfélszolgálati nap, aminek önök csak helyszínt adtak, de hát érkeztek rengetegen oda is panasszal. Igen, ez azért nehéz egy szituáció, mert én teljesen megértem a fogyasztókat, akik azt mondják, hogy hát a szép hő számláz nekem, akkor miért nem a szép hő foglalkozik vele? Erre azt tudom mondani, hogy ez így van jogszabályokba lefektetve, tehát hogy ez a felállás. Mi vagyunk az egyetlen ilyen közszolgáltató, akinél ez ilyen, így működik, de mi próbálunk annyiban segíteni itt a fogyasztóknak is, hogy évente biztosítunk a költségmegosztós cégnek egy alkalmat, helyet, teret, hogy
ne Budapestre kelljen fölmenni a panaszokkal, és ne telefonon vagy e-mailen kelljen intézni a panaszokat, hanem be lehessen jönni személyesen. Ennek valóban mi csak a helyet adjuk és a helyet biztosítjuk. Ezzel is próbáljuk igazándiból a szolgáltatásunkat még felhasználó barátabbá tenni, bár erre se lenne semmilyen kötelezettségünk. Azt hiszem, hogy ezt a részét most kiveséztük a történeknek, akkor egy kicsit térjünk még oda-vissza, hogy a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy nagyrészt a városban már nagyon sok a radiátorok, és elkezdődött a fűtési időszak. Október 15-én hány helyszínen látják el ezt a feladatot? Hát több mint 21 ezer lakossági fogyasztónk van, úgyhogy ott ez mindenképpen el fog indulni, illetve közel ezer egyéb fogyasztónk, akik nem a lakossági szektorhoz tartoznak, hanem boltok, intézmények, különkezelt intézmények. Tehát gyakorlatilag ez egészében véve azt mondhatom, hogy lakossági szinten is Fehérvár lakosságának a 40-50%-át érinti. Én köszönöm szépen, hogy itt volt és elfogadta a meghívásunkat. Azt hiszem, hogy megígérhetem a nézőknek, hogy még lesz erről szó, hogyha igénylik. Természetesen, szívesen jövök, köszönöm. Mi pedig, ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, a köztérben a fűtés teljes körét megpróbáljuk kivesézni a mai adásban, úgyhogy következik egy ezzel kapcsolatos bejátszó, aztán pedig a Techennel térünk vissza. Bár napközben még kellemes napos az idő, az esték már egyre hűvösebbek. Egyre többen gyújtanak be, hogy a lakások ne hűljenek ki teljesen. Érdemes azonban leellenőrizni a rendszert, mielőtt befűtenénk, ugyanis a gondatlanság könnyen bajhoz vezet. Egy eldugult kémény vagy egy hibás kazán akár emberéleteket is követelhet. Vannak bizonyos esetek, amihez szakember kell. A kéményhez egyértelműen szakember kell, a tüzelőberendezéshez szintén szakember kell, főleg a gázos berendezésekhez gázos szakember. A többit az magunk is meg tudjuk csinálni. Tehát normális száraz tűzifát kell biztosítanunk a fűtéshez, gondoskodnunk kell a levegő utánpótláshoz, hiszen akkor van tökéletes égés, hogyha van friss levegő. A kéményeket szakemberénk ellenőrzik. Lehet, hogy már régen voltak az ingatlanban, akkor érdemes betekinteni a koromzsákajtónál egy tükörre, hogyha látjuk fönt a kékeget, akkor biztos, hogy átjárható a kémény. A készülék az pedig a szakemberek dolga. A kéményseprők milyen gyakran ellenőrzik ezeket a rendszereket? Az idén még magunktól megyünk, tehát úgynevezett sormunka keretében belül ellenőrzik a kéményeket. Ez azt jelenti, hogy adott településen kiértesítés után mennek a kollégák és elvégzik ezeket a feladatokat. Hogy jövőre mi lesz, azt még nem tudjuk, mert egyelőre még ezt tervezik módosítani ezt a rendszert. Meglátjuk, mit hoz a törvénykezés. Több jogszabály is változott az elmúlt időszakban. Mik ezek? Mi az, ami változott? Mi az, amire oda kell figyelni? Hát folyamatosan már évek óta változnak a jogszabályok. Hát most pillanatnyilag ott tartunk, hogy a lakosság részére a kéményseprési szolgáltatás az ingyenes. Tehát nem kell érte fizetni, ezt az állam fizeti. A kéményseprők kiértesítés után ellenőrzik a rendszereket. Ez a szolgáltatás magánszemélyeknek ingyenes. A közületi szolgáltatóknak fizetni kell. Na most sok problémát okozott az idén az, hogy sokan nem voltak azzal tisztában, hogy az adott ingatlanukba vállalkozás van bejelentve, onnantól kezdve elvesztették a természetes személy jogukat, mivel ugye vállalkozás volt az ingatlanban, például kozmetikus, vagy műkörmös, vagy akármi. Onnantól kezdve közületként kellett őket kezelnünk, még ugye őket nem illette meg az ingyenesség, és ez elég sok félreértésre adott okot. A szakember szerint azokban az ingatlanokban, amelyekben gázüzemű rendszer működik, szükséges a szénmonoxid érzékelő beszerelése. A megbízható készülékek listája és az ezzel kapcsolatos fontos információk elérhetők a Katasztrófa Védelem weboldalán. Nos, hát akkor a folytatásban is a fűtéssel fogunk majd foglalkozni, mégpedig a költség megosztókkal. Szeptember 22-i adásunkban is foglalkoztunk a szövetkezet, az egyes számú lakásfenntartó szövetkezet tagjai, illetve a Techennel kapcsolatos kérdések tekintetében azzal, hogy mi és hogyan történik, hogyan alakulnak a költségmegosztóval kapcsolatos fejlemények, és hát nagyon nagy örömünkre jelentkezett a Techem ügyvezetője, Tófalvi György, aki szeretne választ adni néhány kérdésünkre. Köszönöm, hogy itt van velünk, és hogy jelentkeztek és megkeresték a közteret.
Én köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok! Nos, hát azt hiszem, hogy néhány alapinformációval kéne kezdenünk, hogy egyrészt mi is az a fűtéskorszerűsítés, egyáltalán mik azok a költség megosztók, hogyan mérik ezeket a költségeket? A fűtéskorszerűsítés az a távfűtéses épületek fűtési rendszerének egy olyan felújítása, amelynek során strangszabályozók, termosztatikus radiátor szelepek és költségmegosztók kerülnek beépítésre. A termosztatikus radiátor szelepekkel szabályozhatóvá válik az egyes radiátorok hőleadása, és így megoldható az, hogy mindenki olyan hőmérsékletet teremt az egyes helyiségekben, amilyet szeretne, és a költségmegosztók pedig mérik az így elfogyasztott energiát, így lehetőség nyílik a fogyasztás arányos elszámolásra. Mik ezek az arányszámok, hogyha már a fogyasztás arányt említette? Jó kérdés, ezt picit talán messzebbről kellene kezdenem. Tehát az épület teljes energiafogyasztását egy a hőközpontban elhelyezett hőmennyiségmérő méri. Maga a költségosztás az leginkább egy torta szeletelési folyamathoz hasonlítható, tehát az az energiamennyiség, amit ez a hőmennyiségmérő megmért, az a tortánk, és ezt kell felszeletelni. Klasszikus esetben, amikor légtérfogat arányosan történik maga a felosztás, illetve az elszámolás, akkor ha azonos méretűek a lakások, akkor 10 lakás esetén ezt a tortát 10 egyenlő szeretre fogjuk vágni. A költségosztás esetén ez egy picit máshogy alakul. Ilyenkor az épület teljes energiafelhasználását két részre bontjuk. Az egyik rész az, amelyet az egyes lakók nem tudnak befolyásolni, ilyenek például az alagsorban húzódó vezetékrendszer hőleadása, a lépcsőházi fűtés vagy a közös helységek hőleadása. Ezek általában 30-50% közötti értéket képviselnek az épület teljes hőleadásából, és ezeket légtérfogatarányosan osztjuk fel. A fennmaradó hőleadást vagy a fennmaradó hőfogyasztást azt pedig a fűtési költség megosztókon mért értékek alapján osztjuk fel, és ennek megfelelően adódnak aztán azok az úgynevezett díjmegosztási arányok, amelynek megfelelően felosztásra kerül ez a torta, és ezek a szeletek bizony nem egyforma méretűek lesznek a későbbiekben, hiszen ezt a kedves nézők is gondolom tapasztalták. Ez azt jelenti mondjuk, hogy az ilyen arányok megállapításánál például figyelembe veszik-e azt, hogy mondjuk ez egy szélső lakás, vagy hányadik emeleten van, vagy ettől teljesen független? Nem, köszönöm a kérdést, ez fontos. Jelenleg Magyarországon a költségosztás peremfeltételeit a távhőszolgáltatási törvény végrehajtási rendelete szabályozza, ez a 157/2005-ös, azóta már többször módosított kormányrendelet, és ennek az egyik előírása, hogy ilyenkor, tehát a költségek kialakításakor figyelembe kell venni az egyes helyiségek kedvezőtlen elhelyezkedését. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy lakás kedvezőtlen elhelyezkedéséről beszélünk, hanem hogy lakásban van 3 helység, és ebből az egyik sarokhelység, akkor ott egy korrekciós tényezővel kell számolnunk. Ez a korrekciós tényező egynél kisebb érték, és ezzel kell megszorozni a költségosztón jelentkező fogyasztást, és így egy redukált, csökkentett fogyasztást veszünk figyelembe az adott esetben. Tehát így minden esetben figyelembevételre kerülnek azok a térbeli elhelyezkedések, amik esetlegesen egy-egy lakást vagy egy-egy helységet hátrányos helyzetbe hoznának, tehát az a tendencia, és nyilván azért is került ez be a jogszabályba, hogy ezeket kompenzálni lehessen. Mennyire válnak tudatossá a felhasználók? Élnek azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk ők szabályozhatják a hőmennyiséget vagy a hőfogyasztást? Ez változó, rendkívül változó. Vannak nagyon tudatos felhasználóink, vannak olyanok is, akik többször érdeklődnek nálunk, hogy hogyan tudják csökkenteni a hőfogyasztásukat, mire jó ez, mire jó az. Sajnos a tapasztalatunk az, hogy nagyon sok esetben nincs meg a kellő tájékozottság, és ez bizony sokszor egyrészt többletfogyasztásokhoz, másrészt pedig félreértésekhez vezet. Hasonló eset áll fenn itt jelenleg, úgy tudom, a városban is. Említette, hogy tájékozódhatnak, akkor ezek szerint van lehetőség önöknél tájékozódniuk?
természetesen, tehát van egy ügyfélszolgálatunk Budapesten, meg lehet őket keresni e-mailben, írásban, telefonon, és amennyiben valakinek kérdése van, természetesen minden esetben válaszolunk, de felhívnám a figyelmet arra is, hogy a honlapunkon a leggyakrabban előforduló kérdésekre kidolgozott válaszokat találnak meglehetősen nagy mennyiségben, tehát azt gondolom, hogy onnan is sok információ begyűjthető. Említette, hogy ugye itt is van egy ilyen helyzet, amit hát nyilván önök is tapasztalnak, hiszen itt jártak nemrégiben, és volt egy ügyfélszolgálati napjuk, és ott is nagyon sok kérdés felmerült. Én azt hiszem, hogy tekintsük meg mi is egy ilyen első kérdést itt nálunk a köztérben, aztán nem sokára választ kapunk rá. 1997-ben a Széchenyi torony szélben megjelentek a szerelők, reggeztettek, fúrtak, forogtak, és a radiátor felső és alsó csőveit összehegeztették egy másik csővel, és arra hivatkoztak, hogy annyit hűtök, amennyit akarunk. Le is lezárni a fűtést, mert így nem fogom akadályozni a többi lakófűtését. Édesanyámikat, és úgy tudom, a lakókat sem kérdezték meg arról, hogy erre nekik van szükségük. A tehenbe kötöttek szerződést, a lakásszövetkezet, de hát senkivel nem történt egyeztetés. Tehát akkor nem kérdezték meg őket, hogy egyáltalán ők akarják-e ezt, semmiben nem vonták bele, hanem mondhatjuk azt, hogy kaptak egy ilyen kész tényként egy ilyen megoldást? Igen, egy kész tényel állították őket. Az uniós szabályokra és az uniós követelményekre hivatkoztak. Hát ez azóta már biztos, hogy megváltozott. Nos, hát ugye ez egy részlet, ami a szeptember 22-i adásunkban hangzott el, és ugye többen e-maileket is kapunk folyamatosan, hogy ők azt sérelmezik, hogy őket nem kérdezték meg erről. Ez mondjuk mennyire a tehen feladata, hogy bárkit is megkérdezzen arról, hogy egy ilyen panelkószülősítésben részt akarnak venni, vagy nem akarnak részt venni? Én úgy tudom, hogy annak idején, amikor ez a panelprogram a 2000-es évek elején zajlott, akkor ezzel kapcsolatban valamilyen közgyűlési vagy egyéb döntéseket kellett hozni, és ennek kapcsán nyilván szó esett arról, hogy mi ennek a felújításnak a tartalma. Mi egyébként a panelprogram kapcsán nem is a megbízásokat, nem is a Székesfehérvári Egyes Számú Lakásszövetkezettől kaptuk, hanem a különböző fővállalkozóktól, tehát mi velük voltunk szerződésben, és mi ezt annak idején természetesen úgy kezeltük, hogy amit nekünk, vagy amire mi megbízást kaptunk, azt elvégezzük, és úgy gondolom, hogy ez annak idején ismertetésre került, hogy pontosan mi ennek a felújításnak a tartalma, de részleteket nem ismerek, hiszen ez nem a mi feladatunk, ez teljesen egyértelmű. Viszont a csöveket valószínűleg önök szerelték be, hiszen ez egy ilyen rendszer. Az átkötő szakaszokra gondol a hölgy, és azt valóban mi szereltük be annak idején, így van. Mert ezzel lehet majd aztán azt beállítani, hogy lehessen elzárni az egyes rendszereket. Már annyira nem értek az ilyen fűtési rendszerekhez, de hogy ez is egyfajta lehetőség, úgy jól emlékszem. Ha erre kitérünk, az átkötő szakaszok arra valók, hogy egy egycsöves fűtésben, hogyha egycsöves átfolyós fűtési rendszerről van szó, egymás után sorba vannak kötve a radiátorok, és hogyha én azt bárhol elzárnám, akkor a teljes strangon nem lenne fűtés, és ezért van szükség olyan átkötő szakaszok kialakítására, amik lehetővé teszik, hogy az egyes radiátorokat el lehessen zárni, ugyanakkor a többi lakófűtését ez nem befolyásolja. Én köszönöm, és nagy szeretettel ki is használom, hogy itt van nálunk, úgyhogy kérjük is a következő kérdést és a következő bejátszót. Rengeteg probléma van a telmes költség megosztóval kapcsolatban. Az a határozott véleményem, hogy ez egy gazdasági lobby érdekeit képviseli, és a tagságnak nem jó. Óriási pénzeket fizetünk a tehemnek. A tavalyi évben több mint 21 millió forintot fizetett az Székesfehérvár Egyes Számú Lakásfenntartó Szövetkezet a tehemnek, csak a számlázásért, ami kiszámolta, hogy milyen összegeket az újraosztásra tulajdonképpen, mert a tehemes költségmegosztók azok nem hitelesített mérőeszközök. Egyetlen egy hiteles mérőeszköz van az épületben, ami a SZÉP ZRT tulajdonában van.
Az is a határozott véleményem, hogy bennünket megtévesztettek, megvezettek a költségmegosztók felszerelésével kapcsolatban, ugyanis azt mondták, hogy mindenki annyit fizet, amennyit fogyaszt. Ez egyáltalán nem áll fent, mivel, mint ahogy előbb is mondtam, ez nem hiteles mérőeszköz. Nos, én bevallom, hogy az ilyen műszaki dolgokhoz nem értek. Hogy tud mérni ez az eszköz? Ez az eszköz gyakorlatilag a radiátor hőleadását hivatott mérni. Az eszköz működési elve az, hogy méri egyrészt a radiátor felületének a hőmérsékletét, méri a szoba levegőjének, tehát a környező levegőnek a hőmérsékletét, és a kettő különbségéből, tehát ebből a hőmérséklet különbségből kiindulva, figyelembe véve a radiátor teljesítményét, meghatározza azt a hőmennyiséget, amennyit ez a radiátor leadott, tehát így működik az eszköz. És most ez hiteles vagy nem hiteles mérőeszköz? Amennyiben a hiteles mérőeszköz alapján, nyilván abban a hölgynek egyébként igaza van, hogy a hiteles mérőeszközök azok a mérőeszközök, amik a hitelesítési vagy a mérésügyi törvény hatája alá tartoznak, a költségmegosztó nem ilyen. Ettől függetlenül azt azért nagyon fontos megjegyeznünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez egy pontatlan mérőeszköz, mindössze annyit jelent, hogy maga a költségosztó a hőmennyiségmérőkkel analóg módon nem hitelesíthető, azért, mert ehhez a hitelesítéshez arra lenne szükség, hogy a készüléket a radiátorra felszerelve együtt ezt a rendszert mérve hitelesítsük, ez pedig olyan drága lenne, hogy ezt nyilván nem éri meg. Éppen ezért a költségosztás és a költségmegosztók úgy lettek kialakítva, hogy ez egy olyan mérőeszköz legyen, ami nagy mennyiségben kedvező áron felhasználva megoldja a mérési problémákat, és a pontossági ellenőrzés a gyártás során történik, és maga a költségosztó meg kell, hogy feleljen a Magyarországon is egyébként érvényes EN834-es számú szabványnak. Ez határozza meg a költségmegosztókkal kapcsolatos pontossági és egyéb követelményeket, kritériumokat. És mielőtt egy ilyen költségmegosztó készüléket például a gyártó Németországban forgalomba helyez, egy nagyon komoly olyan eljárásnak kell alávetni, aminek a végén ott egy forgalomba hozatali engedélyt kap. És a készüléket csak akkor lehet forgalomba helyezni, amennyiben az minden kétséget kizáróan megfelel a szabvány előírásainak. Tehát meg tudom nyugtatni a nézőket, nem arról van szó, hogy ez egy pontatlan készülék, ez egy máshogyan működő készülék, amit olyan elven nem lehet hitelesíteni, viszont a gyártósoron ellenőrzik ezeket a paramétereket, és nagyon szigorúan be kell tartani a szabvány előírásait. Egyébként ennek a forgalomba hozatali engedélynek a száma a készülék alján is megtalálható. Tehát akkor van egy szabvány és egy tanúsítvány, aminek ez a berendezés tulajdonképpen megfelel. Pontosan erről van szó. Úgy lehet működésbe helyezni, hogyha ennek megfelel. Így van. Így van. Aztán még egy dolgot említett ugye az imént megszóló Szobó Melinda, hogy mindenki annyit fizet, amennyit fűt, hogy erről volt szó. Van erre egyébként valami felmérésük vagy adatuk, hogy mondjuk egy-egy háznak mennyit változott, vagy hogyan alakult a hőfogyasztása, vagy milyen tételek vannak ehhez kötődően? Hát konkrétan annak a Salétrom utcai épületnek a hőfogyasztása, aminek kapcsán gondolom erre a riportra is sor került, az több mint 50%-kal csökkent egyébként a felújítás hatására. Ez egy komplex felújítás volt, tehát hőszigetelés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés, és azt gondolom, hogy ez egy jelentős tétel. Tehát ha összehasonlítjuk avval, hogy például Budapesten a Főtáv ZRT adatai szerint egy átlagos 52 négyzetméteres, 135 légköbméteres lakás fűtési hődíj költsége az 111.800 forint, erre adódik az ottani jelenlegi hatályos hődíjjal. Ugyanakkor ebben az épületben, amiről beszélünk, a hődíj költség, ha az átlagos költséget veszem figyelembe, akkor ugyanerre a lakásra ennek valamivel kevesebb, mint az egy harmada, ami azt gondolom, hogy magáért beszél. Ki végz egyébként a mérőórák leolvasását, mert ez is ilyen központi téma szokott lenni itt nálunk? Ez egy szintén egy jó kérdés.
Általában egyébként a mérőórák leolvasását mi szoktuk végezni, ezeket általában ránk bízzák. Ugyanakkor itt, amikor a rádiótávleolvasású készülékek bevezetése megtörtént, akkor a lakásszövetkezet külön kérése volt, hogy a költségek csökkentése érdekében ő szeretné végezni a mérőkészülékek leolvasását, és ebben meg is állapodtunk, tehát mi a rendelkezésükre bocsátottunk egy olyan eszközt, amivel ő ezt el tudja végezni, és a leolvasott adatokat pedig a rendelkezésükre tudja bocsátani, és emiatt maga ez a szolgáltatás jóval olcsóbbá vált. Én itt még, ha megengedi, akkor válaszolnék egy olyan kérdésre is, ami egyébként azt gondolom, hogy hát talán picit megtévesztő. És elhangzott, hogy ennek a szolgáltatásnak a költsége ez több mint 21 millió forint évente. Azt gondolom, hogy hát ez minden valóság alapot nélkülöz. Nagyjából akkor milyen költsége vannak ennek? Nyilván most ilyen kérdéssel nem készült nyilván, hogy pontosan számot tudjon mondani, de akkor ez így arányaival mennyivel nagyobb vagy kisebb? Annyit tudok mondani, hogy lakásonként ennek a szolgáltatásnak a díja, most ennél az épületnél a legutóbbi adást nyomán én ennek utána néztem, ez nettó 2774 forint lakásonként maga ez a szolgáltatás. Ez egyébként azt foglalja magában, hogy mi évente minden fűtőt hónapban, tehát 7 alkalommal elkészítjük a fűtési költségek fogyasztás arányos megosztását, és ezt utána a szövetkezet rendelkezésére bocsátjuk, aki továbbítja ezeket a távhőszolgáltatónak, és az egyes számú lakásszövetkezet lakásaiban a tárgyhavi számlát a fogyasztók már úgy kapják készhez, hogy a költségosztás eredményét tükrözi a számla, tehát ők a tényleges fogyasztásuk alapján fizetik a számlákat. Köszönöm szépen, nézzük a következő kérdést. Végzés született erről még 2015. szeptember 13-án, amely elrendelte, hogy adják ki a termelszerződéseket, a széphővel kötött szerződéseket, közöljék azt, hogy kik végezték a leolvasásokat, mert tulajdonképpen úgy néz ki az egész, hogy igazgatósági határozat alapján a TEHEM végez egy elszámolást, de a TEHEM közölte velünk, hogy tulajdonképpen a leolvasásokat a szövetkezet végzi. A szövetkezet igazgatósági tagjai, alkalmazottjai jöttek leolvasni. Nem tudni, hogy milyen összegek mentek vissza, lettek visszautalva. Tehát nagyon sok zavaros ügy van. Most hát azt hiszem, hogy pont egy részét már így a kérdésfelvetésnek tisztáztuk az imént, hiszen akkor ez egy ilyen teljesen egyszerű megállapodás a szövetkezet és a TEHEM között, ami alapján végzik akkor ezeket az elszámolásokat. Pontosan. Én egyébként örülök, hogy most itt erre választ kapunk, mert szerintem a legtöbb probléma abból adódik, hogy nem tudom, hogyha ezt miért nem kapták meg eddig ezt a lakók, ezt a választ, de ez csak egy ilyen költői kérdés volt. Ezt én sem tudom. Itt szó esett még arról, hogyha jól gondolom, hogy a különböző elszámoló lapokat nem kapják meg a lakók. Én itt annyit tudok mondani, hogy ezeket az elszámolásokat mi elektronikus formában bocsátjuk a szövetkezet esetében a szövetkezet rendelkezésére. Nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy mivel ezt ha minden hónapban kiosztanák, akkor kb. 6000 oldal nyomtatásáról, fénymásolásáról és kézbesítéséről lenne szó. Csak feltételezni tudom, hogy erre ezért nem kerül sor, de elméletileg hozzáférhetőek. Tehát akkor az ilyen lakásra bonthatóan lekérhetőek, hogy egyes lakásra vonatkozóan mennyi az Természetesen ez gyakorlatilag minden lakásra készítünk egy olyan elszámoló lapot, amin szerepelnek az adott lakásban felszerelt költségosztók, gyári számmal, hozzájuk tartozó fogyasztások, korrekciós tényezők, és le van vezetve az, hogy hogyan jutottunk arra az eredményre, ami végül a díjmegosztási arányokat eredményezi. Itt azért azt gondolom, hogy ha megállhatunk egy pillanatra, akkor itt talán egy jó hírrel tudok szolgálni, ugyanis tervezzük egy olyan rendszernek a bevezetését valamikor a jövő év folyamán, ami azt teszi lehetővé, hogy az egyes lakóknak ne kelljen befáradniuk a lakásszövetkezethez, vagy a lakásszövetkezetnek ne kelljen kikézbesíteniük ezeket az elszámolásukat, mert valóban felesleges munkákról van szó. Itt a 21. században ma már azért vannak olyan lehetőségek, amik ezt megkönnyítik. Tehát egy portálon
mi elérhetővé tesszük a különböző lakásokhoz tartozó elszámolásokat, és akit ez érdekel, az majd jogosultságot kaphat a lakásszövetkezeten keresztül ezeknek a megtekintésére. Természetesen itt az adatvédelem az egy olyan dolog, amit nagybetűkkel írunk, tehát mindenki kizárólag a saját lakásának a különböző mérési adataihoz jut hozzá, és az elszámolásokhoz is, tehát ha ez bármikor akár az archív adatokat megkívánja nézni, lehetősége lesz rá. Jó, de a sajátját azt akkor megkaphatja. A sajátját természetesen. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy annyi kérdés merült még föl, hogy én tovább is lépnék most itt a következő bejátszóhoz, és akkor utána folytatjuk onnan. 2014. augusztus 5-én egy írásban tájékoztatta bennünket, hogy a meglévő költségmegosztókat mindenütt rádiós készülékre cserélik. A rádiós költségmegosztó elszámolás előnyére azt írták, havonta a tényleges fogyasztásról kapunk számlát. És ez nem így van? Azóta se számla, se tájékoztatás. Nálunk 10 emeletes van, és itt nincs hőszabályozás, tehát nincsenek mérőórák, de a mérőórások nagyon sokat panaszkodnak. Mármint pontosan? Úgyhogy nincsenek megelégedve a tekemmel, nincsen fűtés rendesen, viszont az árát nagyon-nagyon számlázzák. Nemhogy visszavennének belőle, tehát visszatérítés járna, hanem rengeteget kell ráfizetni. Nos, hát akkor itt ugye egyrészt volt ez az új mérőrendszerre való átállás. Ezzel kapcsolatban ön ezt reálisnak tartja, hogy valaki nem kapott még számlát 2014 óta? Szerintem különböztessünk meg két dolgot. Valószínűleg itt egy félreértésről van szó. Az előbb beszéltünk már arról, hogy a Techem által elkészített lakásonkénti elszámolást nem tudom, hogy eljut-e a lakókhoz, hiszen elektronikus formában érkezik. Ez a dolog egyik része. Erre én nem tudok választ adni, erre nyilván a szövetkezet tudna választ adni pontosan. A másik rész pedig a számla. Mi a lakók felé számlát nyilván nem fogunk kibocsátani, hiszen ezt a távhőszolgáltató teszi meg. Azt a számlát viszont azóta minden lakó a tényleges fogyasztása alapján kapja meg. Tehát itt azt tudom mondani, hogy bizonyosan csak félreértésről lehet szó. És a fűtést sem a Techem szolgáltatja. Igen, a fűtést sem a Techem szolgáltatja, és esetleg még azt is hozzátenném, hogy ugye elhangzott a riportban, hogy a Techem, nem is tudom, hogy hideg van a lakásokban, vagy sok a panasz ezzel kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy mi kizárólag a költség megosztókért és azoknak a felszereléséért, vagy kiértékeléséért vagyunk felelősek. Ha ezeket a költségmegosztókat levenném a radiátorról, nyilvánvalóan semmiben nem lenne sem melegebb, sem hidegebb, tehát semmi nem változna. Ez csak a tényleges fogyasztás megállapítására szolgál. Itt még egy dolgot hozzáfűznék, ha megengedi, hogy a rádiós költségosztók felszerelése az valóban részben azért történt, mert a fogyasztóknak sokkal előnyösebb, hogyha havonta tudják megkapni a számlájukat, ugyanis nem fordulhat elő az, hogy egy nagyobb ráfizetést kell valamikor a szezon végén eszközölni, és van egy másik óriási előnye ezeknek a készülékeknek, hogy biztonságosabb a lakók részére. Sok esetben hallottunk már olyat is, hogy bejelentkeztek különböző csalók, hogy ők jöttek a mérőórát leolvasni, vagy a pénzt beszedni. Nyilvánvaló, hogyha a lakók tudják, hogy a leolvasás az rádiótáv leolvasással történik, akkor ilyen próbálkozásoknak még csak véletlen sem engednek, vagy nem ülnek fel. Ha már itt a rádiós leolvasóknál tartottunk, meg úgy egyáltalában a berendezéseknek a cseréjénél, akkor ugye felmerült a legutóbbi adásban, és hát nyilván azóta is több alkalommal kaptunk e-mailt és megkeresést a lakóktól, hogy a Techemes készülékeket, a mérőkészülékeket, amiket ők megvásároltak, és utána ugye lecserélték ezeket a készülékeket, hiszen mint ön is említette, ez ugye körülbelül 10 évig szól. Ezeket utána kvázi elvitték tőlük, ők keresték a szövetkezetnél, a szövetkezet először önökhöz irányította ők oda a lakókat, aztán utána kiderült, hogy mégsem, és hogy eltűntek ezek a készülékek. Most mi történt ezekkel a berendezésekkel?
Annyi történt, hogy amikor ezeket a készülékeket leszerelték, ugye amikor ezek elérik a 10 éves élettartamukat, akkor onnantól kezdve használhatatlanná válnak, hiszen előbb-utóbb az elem is teljes mértékben kimerül, és maga a készülék úgy van megalkotva, hogy ez 10 évet bír, utána le kell cserélni. Utána ez viszont sajnos elektronikai hulladék, és a korábbiakban többször tapasztaltuk, hogy ezek a készülékek a kukákban landolnak, de mivel az elektronikai hulladék, és főleg ezek a lítium elemek, ezek kifejezetten környezetszennyezőek, hogyha a szemétbe kerülnek, ezért mi ezeket a készülékeket minden esetben begyűjtjük, és gondoskodunk arról, hogy egy szakcéggel ezt ártalmatlanítassuk, tehát erről minden évben kimutatásaink, számlánk van. Amennyiben valaki szól, hogy ő szeretné ezeket megtartani, akkor erre felhívjuk a figyelmét, és természetesen ott hagyjuk a készüléket, tehát itt esetleg valamilyen félreértésről lehet szó. Elképzelhető, hogy a kolléga elfelejtette megkérdezni, vagy valami hasonló, de abban meg tudom nyugtatni a kedves nézőket, hogy ez a készülék onnantól teljesen használhatatlan, és így talán tudunk tenni valamit a környezetünkért. Jó, tehát akkor azokat az ilyen elméleteket kizárhatjuk, hogy ezt utána újra felhasználták, csak azért, mert hogy ilyenek is vannak a köztudatban. Én azt gondolom, hogy nyugodtan kizárhatjuk, főleg akkor, hogyha megnézi, hogy egy ilyen épületből 10 év után leszerelt költségosztók úgy optikailag hogyan néznek ki. Én kizártnak tartom, hogy azt bármilyen formában még értékesíteni lehetne, de nyilvánvalóan nem ez történik, hanem ártalmatlanítatjuk őket. Hát én azt hiszem, hogy nagyon sok kérdést érintettünk, vagy témakört érintettünk. Nem tudom, hogy esetleg maradt-e még önben valami, amire fel szeretné hívni a lakók figyelmét. Én esetleg annyit szeretnék mondani, hogy maga ez a költségosztás témakör, ez egy olyan dolog, amiről mi meggyőződéssel vagyunk, hogy ez egy jó dolog, és az Európai Unió energiahatékonysági irányelvében is szerepel az, hogy a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében mindenféleképpen mindenhol célszerű lesz ezeket használni, és előbb-utóbb ezeknek a használatát valószínűleg teljes körűen bevezetik. Ugye az Európai Unió legtöbb országában ez már megtörtént, Magyarországon és Lengyelországon még nem, meglátjuk, hogy itt milyen folyamatok indulnak el, de az látható, hogy mindenhol, ahol ezeket a készülékeket használják, jelentős energiamegtakarítás van, 20-25%, ami nagyon komoly mértékű, és mi bízunk abban, hogy a jövőben itt Fehérváron is olyan fórumokat tudunk szervezni, és ezeknek az előkészítése már megtörtént, ahol hasonló kérdésekre választ tudunk adni, és tudunk segíteni a fogyasztóknak abban, hogy megértsék ennek a rendszernek a működését, helyesen tudják használni a radiátorszelepeket, és a későbbiekben ők is elégedett partnereink lehessenek. Tehát akkor lesz fórum, lesz tájékoztatás, és kereshetik is önöket. Természetesen. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinek pedig megköszönném a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. A téma akkor is a szövetkezetet fogja érinteni, ezt most már előre beharangozhatom, számítok a figyelmükre akkor is. Kérdéseiket továbbra is várjuk az ismert e-mail címünkön. További szép estét, viszontlátásra!